Halleluja! Köszönjük neked, Uram, hogy az a kiváltságban van részünk, hogy ma délután a te nevedet emelhetjük fel és dicsérhetünk. Nincs jobb dolog ezen a földön, mint téged dicsérni, imádni. Köszönjük neked, Uram, hogy itt élhetünk. Köszönjük, hogy megtartottál. Köszönjük, hogy célod van az életünkkel, terved van velünk. Köszönjük, Uram, hogy együtt lehetünk veled. Azt kérem tőled, Uram, hogy minden kedves jelenlevőt áldj meg. Ismered mindenkinek a szükségét, és kérlek, hogy te töltsd be. Külön imádkozok azokért, Uram, akik betegen most hallgatnak bennünket, talán reménnyel, vagy kételkedve, de Uram, ott, ahol vannak, látogasd meg. Gyógyítsd meg, szabadítsd meg, emeld fel, érintsd meg, látogasd meg, küldd el a te angyalodat, Uram, abban a kórteremben vagy az ágyához, és küldj gyógyító üzenetet a számára. Azokért is imádkozunk, akik megbántottak, lemaradtak anyájtól, messze elkeveredtek. Kérünk, Uram, hogy hozz vissza Sionnak a fogjait. Egy új látogatást adj nekik, Uram, hogy te még mindig nem mondtál le róluk. Amikor már magukról is te mondtak, te még akkor sem mondtál le róluk. Köszönjük neked, Uram. Dicsérünk téged. Imádkozunk, Uram, azért, hogy állítsd meg a háborút, állítsd meg a szenvedést, a nyomorúságot. Adj nekünk bölcs szívet, Uram, hogy jól beosszuk az életünket, felismerjük ezeket a fontos időket. Megnyitjuk a szívünket, Uram, és Sámuellel együtt mondjuk, hogy szólj, Uram, mert hallj a te szolgád. Készek vagyunk meghallgatni, megcselekedni, megtartani a te beszédedet. Az Úr Jézus Krisztus hatalmas nevében. Amen. Amen. Adjunk az Úrnak egy nagy tapsot. És kérlek, mondjad a szomszédodnak, hogy nagyon jó, hogy itt vagy, az Úr szóljon hozzád, érintsen meg, és töltse be a te szükségedet az ő gazdagsága szerint, dicsőségesen. Amen, amen. Mielőtt helyet foglalnátok, kérlek, hogy egymást is köszöntsétek, és fejezzétek ki tiszteleteteket egymás iránt. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Wow! László, Isten hozott téged. Tapsoljuk meg nagyon messziről, drága barátom. Nagyon örülünk, hogy itt vagy. És kedves vendégeink vannak, látom. György! Málnási Gyuri fog menni holnap málnát szedni. Hát de attól meg tudod szedni. Mit számít, ha megvan érve, vagy nincs. Az Úr áldjon meg. Holnap úgy tudom, hogy fogsz vezetni egy kirándulást, ugye? A fiataloknak, akik fiatalok. És aki annak érzi magát. Nagyon, nagyon nemes helyre fogja vezetni a Gyuri barátunk azokat, akik szeretnek kirándulni, az Isten székéhez. Nem akárki tud oda vinni. Nem akárhol van ám ilyen hely. De itt nekünk ez megadatott, és hogyha valaki még nem járt volna, szeretném elmondani, egy nagyon szép hely. Még van hely vonaton, vagy vonattal mentek, vagy busszal mentek? Busszal. De van még hely? Nem tudod, a szervezők tudják. Ne maradjatok le. Én elég későre voltam, de azért nagyon-nagyon szép hely. Az utolsó 500 méter egy kicsit erősebb, a többi csak séta. De komolyan mondom. Egy egészséges embernek ez nem okoz problémát. Aki mondjuk szeretnél egy kicsit mozogni és normálisodni, azt ajánlom, hogy menjetek el. Aki pedig nem szeretne kirándulni, menni, kitűnő lehetőség, alternatíva,
Holnap Libánba közmunka. Lehet kaszálni, csákányolni, betont keverni. Úgyhogy két lehetőség, jó lehetőség is van hónapra. És ajánlom a figyelmeteket, jobb, mint akármelyik, mint hogy nézed a híreket, vagy a Facebookot, hogy most ki hazudik nagyobbat, az ukránok, vagy az oroszok. Az Úr szabadítsa meg, és állítsa meg ezt a szörnyű háborút. És szeretnék egy nagyon jó című könyvet a figyelmetekbe ajánlani. Most látom, eddig nem láttam ezt a könyvet, Billy Grahamnek, Ahol én vagyok. Hogyan juthatunk a mennybe? Miként kerülhetjük el a poklot? Szenzációs, és ezt elhisszük neki, mert minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy az évszázad legnagyobb evangélistája volt. Százezer és millió embernek hirdette az evangéliumot. Romániában is tartott evangélizációt. Az Úr használta csodálatosan. És ne felejtsétek, nem volt internetvilág még. Most lenne, akkor még többet. De most itt vagyunk mi. Itt van egy kicsi könyvecske, nem tudom, aki szeretne számolni, ez az egész piciknek való, szerintem óvodásoknak. Hogy? Jól látom, hogy kicsiknek, azt hittem, hogy az öregeknek, aki nem látnak. Akkora nagyban vannak a betűk, hogy ezt már én is láttam, nem kell célozzam, teljes. Számolj velünk. Hát én mondtam, 1, 2, 3, 4. Az én is jól meg kell nézem, kiderül, nekem is való, mert egyben nem is látod. Ajánlom a figyelmetekben. De ez mire jó ez a könyv? Számolni? Tehát aki matek tudós szeretne lenni, ajánlom a figyelmetekben, vagy mind, hogy mind tudjuk, hogy minden mi gyermekünk zseni, ezért nekik fontos, hogy ezt a könyvet tanulmányozzák, mert még zsenibb lesz. Még van valami hirdetni való nekem kitéve ide? Igen, egy fontos hirdetés. A Benszán család, akinek a házuk leégett az ősszel, vagy a télen. Télen? Fűtés idő volt, azt tudom. Sikerült vásároljon egy kis házat, de azért nagy átalakításra van szüksége. És hogyha úgy gondoljátok, tudunk segíteni neki, és fogunk megint egy gyűjtést szervezni, akit a szíve, lelke diktál és irányít, szeretné segíteni, nem csupán pénzzel, hanem elfogad deszkát, követ, cementet, ilyen építőanyagot, bármit, úgyhogy ajánlom a figyelmetekbe. Inkább mi adjunk, mi nekünk kell, ne adjanak. Én ezt az elvet vallom. Megbocsátjátok, ha levetem a szakomat? Hát, ha jobban fog prédikálni, már csak azért megéri. Kérlek, nyissátok ki a Bibliátokat, és nyissuk ki közösen Mózes 4. könyvéhez. Egy nagyon erős, érdekes történetet fogunk felolvasni a Bibliából. Remélem, hogy nektek is érdekes. Számomra érdekes pontosításokat fogunk olvasni. 13. rész, 2. versétől, majd a 10-10-10-10-nél ott majd váltunk. Egyelőre a 2. versétől. Mózes 4. könyve, 13. rész, 2. verstől. És szól az Úr Mózesnek mondván, küldj férfiakat, hogy kémlejék meg a Kanaán földjét, amelyet én adtam Izrael fiainak. Az ő atyáiknak mindennik törzséből egy-egy férfiút küldjetek, mind olyat, aki főember közöttük, elküldi azért őket Mózes Párán pusztájából az Úr rendelése szerint, és azok a férfiak mindnyájan főemberek voltak Izrael fiai között. Ezek pedig azoknak nevei. Egy kis türelmet kérek, ez a névfelolvasás nem olyan könnyű, de a végén meg fogjátok érteni, hogy miért tartom fontosnak, hogy felolvassuk. Bibliában nincs semmi felesleges dolog. A Ruben nemzetségéből Sammua, a Zakur fia, a Simeon nemzetségéből Safát, a Hóri fia, a Juda nemzetségéből Káleb, a Jefunné fia, az Isakár nemzetségéből Igál, a József fia, az Efraim nemzetségéből Hósea, a Nun fia, a Benjamin nemzetségéből
Pálti, a Rafú fia. A Zebulon nemzetségéből Gadiel, a Szódi fia. A József nemzetségéből, a Manasét nemzetségéből Gaddi, a Szuszi fia. A Dán nemzetségéből Amiel, a Gemáli fia. Az Asher nemzetségéből Szentúr, a Mikael fia. A Naftali nemzetségéből Nabbi, a Vofszi fia. A Gád nemzetségéből Geuel, a Máki fia. Ezek a férfiaknak nevei, akiket az elküldött Mózes a földnek megkérmelésére, és nevezi Mózes Hóseát, a Nun fiát Józsuénak. És mikor elküldi őket Mózes a Kanán földjének megkémlelésére, mondta nekik, menjetek fel erre a délre, erre délfelől, hágjatok fel a hegyre, és nézzétek meg a földet, hogy milyen az, és a népet, amely lakozik azon. Erőssé vagy erőtelen? Kevés az, vagy sok? Milyen a föld, amelyben lakozik? Az jó-e vagy hitvány? Milyenek a városok, amelyben lakozik? Táborokban vagy erősségekben lakozik-e? És milyen a föld? Kövér-e vagy sovány? Van-e abban élőfa, vagy nincs? És legyetek bátorságosak. Szakasszatok a földnek gyümölcséből, azok a napok pedig a szőlő zendülés napjai voltak. Ámen. Nem olvassuk fel az egész történetet, mert kicsit hosszú lett volna, de azt hiszem, hogy rendkívül aktuális idő ez a történet, de nagy párhuzam a napjainkkal. Azt mondja az ige, ez a történet mikor történt? A szőlő zendülése idejében. Azt jelenti, most a szőlő az egyház, amikor virágzik a szőlő. És hiszem, hogy most egy ilyen idő van, amikor bomlik az egyháznak. Van egy terve Istennek az egyházat. Tehát érdemes megnézni nagyon aprólékosan minden részletét ennek a történetnek. Annak ellenére nem csak a történet, nem annyira a történettel fogunk foglalkozni, de kiemelünk belőle néhány nagyon igazságot, nagyon nagy igazságot, ami bízom abban, hogy nagy üzenet lesz mindannyiunknak. Először is azt szeretném kiemelni, hogy ezt az egész történetet Isten találta ki. Azt mondta Mózes, Isten áldja meg benneteket, most látlak Temesváron, nagyon sok szeretettel. És még egy tapsot adjunk azoknak, mert látok új arcokat, akiket eddig nem láttam. Ha először vagy itt, de érez nagyon jól magad közöttünk. Isten hozzá! Isten döntött úgy, és azt mondta, Mózes, küldj férfiakat. Igazából én ma küldetésről szeretnék beszélni, és arról, hogy Isten találta ki, hogy legyen a földön ezeknek az embereknek küldetésük. De lehet, hogy nem is gondolod, hogy te is ezek a férfiak közé tartozol, hogy ezen a földön neked is van egy küldetésed. Mondd el mosolyogva a szomszédodnak, nagyon szépen, udvariasan, hogy tudod, hogy neked is van egy csodálatos küldetésed. Másik szomszédodnak is elmondhatod, hogy te tudod, hogy neked is egy fontos küldetésed van. Igazából én arról szeretnék beszélni, hogy mi a titka annak, hogy van, hogy egy-egy ember olyan sikeres, másik kevésbé. Itt is azt látjuk, hogy 12 embert küldnek el, ebből 10 megbukik, de 2 sikeres. Mi a titka? Hogy van, hogy némely ember sikeresen betölti a küldetését az életben, van, aki meg nem? Nagyon sokszor az a tévtanítás van a gondolatokban, hogy hát annak könnyű. De azért sikeres, mert örökölt, mert jó családból származik, mert ő gazdag, mert ő ilyen. Szeretnék elmondani ma neked egy titkot. Nem attól lesz sikeres valaki, hogy milyen a háttere, hanem attól, hogy milyen a jövőd. Azért olvastam fel a küldöttek név sorát, mert megnéztem mindegyik küldöttnek a nevének az értelmezését. Fel is fogom nektek olvasni, csak azért, hogy meggyőzzelek téged arról, hogy Isten minden embernek szánt küldetést, függetlenül, hogy milyen a háttered. A legalacsonyabb beli ember is lehet nagyon sikeres,
És a sikeres ember, aki jól indul is, lehet sikertelen. Ruben nemzetségéből Sámmut küldték, azt jelenti, hogy híres. De neki könnyű volt, egy nagy híres ember volt. Safát, Simeon nemzetségéből, aki ítéletet gyakorol. Ez is egy jó. De most figyeljetek, Káleb. Tudjátok, ki volt Káleb? A 12-ből az egyik, aki igaziból sikeres küldött volt, sikeresen betöltött az elhívását. Tudjátok, mit jelent Kálebnek a neve? Egy kutya. Ez azokról az emberekről beszél, akinek kutyasorsod van. Akibe belerúgtak, megaláztak, megtapostak, kivetettek és megaláznak. És a legsikeresebb egyik küldött pont Káleb volt. Mert Isten a legmélyebb helyzetből is a legmagasabbra tud emelni téged. Soha ne gondold azt, hogy a múltad miatt most már neked annyi. Van egy mennyei küldetésed. Akkor is, ha rossz a háttered. Akkor is, ha rossz a sorsod. Nem véletlen, mikor egy embert gondolj bele reggel, azt mondja, kutya, gyere reggelizni, kutya, feküdj le, kutya, ember vagy. És ha sértettek meg már egyszer, kétszer, és többször, tudod, hogy miről beszélek. Van, akit a súlyáért sértegettek, voltak a magasságáért, van, akit az óraformájáért. Nehéz. De nézd meg, hogy ez az ember a egyik legsikeresebb lesz. De ott nézzük meg egy másik, Igál, azt jelenti, hogy meg fog váltani. Pálti, az Úr a szabadító. Gádiel, Isten szerencsém. Másik, Gaddi azt mondta, szerencsém van. Amiel, az Isten népe, és ezek mind elbuknak. Hósea, akit Mózes később Józsuénak nevezel, ő viszont neki nagyon jó neve, azt jelenti, hogy üdvösség. Két embernek sikerült a küldetése, akit kutyának neveztek, és egy másik, aki az üdvösséget képviselte. Szeretnék egy dolgot neked elmondani, Istennek terve van az életeddel, hogy ott, ahol vagy, onnan emeljen ki és repítsen fel. Van olyan hatalma az Istennek, és olyan terve az Istennek veled kapcsolatban, és majd meg fogom nektek bizonyítani, hogy igazából időknek előtte, mielőtt a hegyeket megtervezte, mielőtt a fogarasi hegyeket megtervezte volna az Isten, már megtervezte a te életedet, van egy terve és küldetése hozzád. És az le van írva. A mennyekben van egy program. És az az igazi sikeres ember, az én megítélésem szerint, aki két dolgot tud az életről. Egy, felismeri a küldetését, mert van, aki egész életében keresi. És eljut az újsághordásig. Menj le, hozz fel az újságot, és jöttöd be, hozz egy liter tejet. Láttatok ilyen embert? Úgy éli le az életét, hogy soha nem jött arra rá, nem ismerte fel, hogy mi a küldetése. Minden egyes embernek van küldetése ezen a földön. Nem véletlen, nincs olyan, hogy balesetből születtél, pluszba vagy, testednek minden egyes részére nagy szükség van. Nem az, hát egy kis idegszál milyen fontos. Egy idegszál. Lehet, hogy csak egy idegszál vagy. De nagyon fontos vagy. Mondjad el a szomszédodnak, te nagyon fontos ember vagy. Lehet, hogy nem tudod, de szeretném, hogy tudjad. Mert addig, amíg te nem ismered fel a küldetésedet és a földön, más nem fogja helyetted felismerni, és nem helyettesíti. Miért? Csak az az ember tudja az életét jól, sikeresen betölteni, aki felismeri a küldetését, majd később betölti a küldetését. Csak három szempontot szeretnék most a figyelmetekbe ajánlani, majd később talán többre is lesz időnk. Első. A családodban van küldetésed. Minden embernek van családi küldetése. Vannak személyek, akiknek a családban kiemelkedő küldetése van. Például, akinek nagyon nagy családja van. De szerintem az édesanyi küldetés például az egyedülálló. Az nem egy olyan, hogy átlő. Nagyon nagy ajándék, nagy kiváltság, hogy
a gyermekeid vannak. Egy olyan családod van, ahol emberek születtek. A teremtés. Te lettél, mert te vagy, ezért nekem született ember a földre. Fontos? Szülők fontosak a gyermekek élete. Nem pótolhatatlan, elképesztő fontos. Talán nem is fogjuk kellően fel, és azért beszélek róla, mert egy olyan társadalomba ébredtünk, egy olyan kultúra van, aki nem tiszteli a családot ma. Mi van család? Mi az, hogy hűség? Tudod, mi az? A csoda. A csodának az az inkubátor, ahol az embernek az élete sorsát függ attól, ha az édesanyja felismerte a küldetését, és az édesapa felismerte a küldetését, azok a gyermek, azok boldog emberek, és azok a gyermekek boldogok, akik ilyen atmoszférában nőnek fel. De van társadalmi küldetésünk is. Van, akinek a társadalomban az a küldetése, hogy elmenjen időnként szavazni. Van, akinek nagyobb küldetése van. Józsefnek nagyon nagy küldetése volt, Dánielnek nagy küldetése volt, de nem mindenki Dániel. Az egyházban is vannak egyszerűbb szolgálatok, vannak nagyobb szolgálatok, de mindenkinek van szolgálat az egyházban. Nincs olyan ember, hogy hát az igazság az, hogy én nem tudok jól prédikálni. Az egyház nem a prédikátorokból áll. Minden ember egyedülállóan fontos. Pótolhatatlan. Szeretnélek meggyőzni téged arról, hogy Isten téged egyedülálló módon teremtett. Nem véletlenül, képzeld el, hogy a 7 milliárd ember közül nincs olyan, hogy te, Dél-Amerikában van egy pont olyan, mint te. Nincs. Lehet, hogy hasonlít rád, de a természetedre egyedülálló. Miért van ez? Azért, mert az ajándék és a küldetés össze van kapcsolva. Honnan tudhatod fel, honnan ismerem fel, hogy milyen küldetésem van a Földön? Mindig az ajándékokat kell megnézni. Isten minden embernek tett az életében helyezett ajándékokat. Vannak karizmáid. Nem feltétlenül erre a karizmára gondoltam. De ez is karizma. Vannak talentumok, a Biblia beszél talentumokra, gírákról, ajándékokról. Vannak olyan egyedülálló képességeink, ami a 7 milliárd emberből csak neked van, így összehangolva. Miért? Mert a 7 milliárd emberből csak neked van pont ilyen küldetésed. Mindig az ajándékok határozzák meg, onnan lehet felismerni, hogy milyen küldetésünk, vagy milyen, mire kaptunk ajándékot. Nagyon sajnálom, és már most az elején szeretnék néhány embert egy kicsit lehűteni, akik az internet előtt azzal küzdködsz, hogy tudod, hogy te prédikátor kéne legyél, de még nem halt ki a vén prédikátor. És akkor mikor tudok én valami helyettel lenni? Ismerek ilyen embereket, hogy ezért bánkodnak, hogy neki nagyobb szolgálata van. Szeretnélek megnyugtatni. Ha tényleg ez a szolgálatod, maradj csendbe. Hallgass meg a mai prédikációt, és semmiképpen nem, ha Istentől van, nem tudsz lennmaradni szinte. Legyél engedelmes, és Isten ki fel fog emelni. József nem a könyökeivel harcolta ki a miniszteri posztot. Nem nyírta ki Pótifár családját azért. Nem nyírta ki a testvéreit sem. Hanem az Isten felemelte. Mert hűséges maradt. Hűséges akkor, amikor sírt, hűséges volt, amikor belerúgtak, ő is egy kutya sorsú ember. 13 évig kutya sorsa volt. Kivetett volt, gödörbe dobták, elfelejtették, de nem az Isten. Az Isten soha nem felejt el. Ő tudja, hogy mit helyezett beléd. Veled lehet, hogy előfordul, hogy a gyönyörű pecsétgyűrűdet, vagy a gyémántgyűrűdet letetted, és úgy eltetted, hogy nem tudod egyből, hogy hol van, de az Istennel ez soha nem fordul elő. Ő tudja, hogy az ajándékot, amit ő adott, mert mondja a Biblia, hogy és az, a gazda, az úr, az ő tulajdonát szétosztotta a szolgák között, az ő vagyonát, az az ajándék az Istenből van, ami benned van.
Isten ajándéka tett helyezett beléd. És téged az ajándékod alapján kísér is az Úr figyelemmel. És várja, hogy majd egy szép nap betesz a gyertyatartóba. De attól kezdve, hogy benned van az ajándék, és hogy ragyogsz, egy-két dolgot még nekünk is csinálni kell. Ezért érdemes, hogy az ember nagyon őszinte legyen magához, hogy tényleg milyen ajándékokkal bírunk. Mert attól, hogy én nagyon szeretek énekelni, azért kaptam olyan kérést, hogy nagyon szeretünk, de tisztelettel kérni, ne énekeljél. Nem bírják hallgatni némek, hogy énekelek, pedig én szeretek énekelni. És én úgy gondolom, hogy nagyon jól énekelek. Hallgatni nem mindig könnyű. Énekelni szerintem mindenki tud. Hallgatni nem mindig könnyű. Nem mindenkit könnyű. Szerintem a hegedülés is egyszerű. Veszel egy ilyen fadobozt, van rajta három húr, de ha kettő van, az is jó. És a keresztben a nyisziteled. Most gondold el, akik tudtok egy kicsit zene, elképzelitek, hogy olyan, mint hogyha a hajaszálaidat egyenként húznád ki. Hát hegedülni tud. Hallgatni nehéz azt, aki nem jól tud. És így van ez az ajándékkal is. Attól, hogy én szeretnék valamit, attól, hogy én kívánok valamit, az nem azt jelenti, hogy megvan. Az más is észre kell vegye, hogy van benned egy ajándék. Ha csak én látod, vagy a tükör mondja, hogy jaj, te vagy a legszebb, akkor azért még lehet, hogy egy kicsit baj van még. Nézzük meg először is, majd még visszafogunk erre gondolatot tenni egy kicsit, hogy mi volt Istennek az utasítása a sikeres küldetéshez. Mert nem úgy működik a küldetés, hogy menj el, aztán bogozd ki. Erdély vagy, mindent ki tudsz bogozni. Hanem pontos, precíz útmutatása van Istennek hozzád és hozzám. És ha komolyan veszed az Isten utasítását, akkor a siker garantált. Van használati utasítása Istennek a küldetésedhez. Ha komolyan vesszük az Isten igéjét a küldetésünkhez, akkor sikeres küldöttek leszünk. Ha nem, akkor nem. Nem is olyan rég volt egy nehéz beszélgetésem valakivel, és mondja, hogy én mindent úgy csináltam, ahogy mondtad, és nézd, milyen rosszul sült el. És akkor még egy szót még hozzátettem, szinte. Mindent úgy csinált, szinte. De az elég arra, hogy az eredmény totál rossz. És nagyon sokan Isten ígével körülbelül így vannak. Hát úgy nagyjából, kicsi egészség, úgy igyekszünk. De ez nem így működik. Te Isten küldötte vagy. Gondolj bele egy postás, akinek a táskája teli van egy csomó lóvéval, mondjuk nyugdíjosztás van, segélyt, minden nála van. Azért van a nagy táskája, hogy megtölt egy csomó pénzzel. Veszi a címeket, mondja, itt van a Juliska, hol is van a 5-ös utca, jó, 5-ös szám. De mostan, ahol fenn van a domba, én ide inkább leteszem, hanem mindegy annak a pénznek, hova. Te Mari, most neked adom, nincs kedvem Julihoz menni. A másiknak elvinni a gyerekpénzt, ahol nincs is gyerek. Mi lenne az el a küldpostással? Hát másnap már vinnék pórázon. De a pénzt elvenni a postáról becsületesen, megszámolna minden lej. Kimenne a terepre is. Csak ő döntené, hogy mit hol ad, hogy szél. És mi lenne vele? Börtönbe zárnák. Gondoljátok ti, hogy bennünk, akikre az Isten az ő igéjét bízta, a tehetségét, az ő ajándékai Istenből vannak beléd helyezve. Sokkal nagyobb kincset hordozol, mint csupán anyagit. Pótolhatatlan vagy, mert mondjuk, ha megrészegedett a postás, valahol többet adott, felébredsz, azt mondja,
hú, te, hamar futok haza, otthon elveszem a pénzt, elrendezi, még megúszhatja. De benned olyan egyedülálló kincsek vannak, pótolhatatlan vagy. És hogyha te nem pontosan az isteni utasítás szerint töltjük be valaki a küldetését, nem fog működni. Nézzük meg, négy dolgot mond Isten a küldötteknek. Mindegyik már számunkra teljesen aktuális. Egy. Azt mondja nekik az Úr, menjetek fel délfelől, és hágjatok fel a hegyre, vagy másszatok fel a hegyre. Ez az első titka annak, hogy sikeres küldött legyél. Hogy hegyi ember legyél. Fel kell menni a hegyre. Tudod miért? Mert a dolgok mindig a hegyen dőlnek el. Az ima élet helye, az Istennel való találkozás helye, az Úrral együtt töltött idő helye. Nézd meg, hányan dolgoznak azért, csak hogy ne legyen időd imádkozni. Menj el ide, menj el oda, kérlek intézd, de intézd, intézd. De Isten szeretne veled szóba állni. A belső szobád az neked a hegy. Rendszeresen Jézus szolgálatát egy dolog jellemezte. Újra és újra felment a hegyre imádkozni. És ha sikeres ember akarsz lenni, akkor hozz egy döntést, hogy neked is van időd imádkozni. Amíg Mózes ima embere volt, és felemelte a kezeit, Izrael győzött. Amikor leeresztette a kezeit, elfárad, meglankadod, bizony, Amálek győzött. Nem akarlak ijeszgetni, de te se vagy külön Mózesnél, én se vagyok külön. Ha még imádkozó emberek vagyunk, működnek a dolgok. Elfáradunk az imádkozásba, meglankadunk, akkor csak megrőkönyödve vesszük észre, hogy nem mennek a dolgok. Csak ez már nagyon sokba kerül. Mondjad a szomszédodnak, legyünk az imádkozás emberei. Gyere együtt, legyünk az imádkozás emberei. Ez az isteni útmutatás. Nem működünk Isten támogatása nélkül. Nem tudjuk azok, akármilyen tehetséges is vagy, akármicsoda nagy ajándékokkal látott el az Isten. Lehetsz Einstein, lehetsz a legnagyobb zseni. Csak akkor tudjuk betölteni a küldetésünket, hogyha hegyen van időnk imádkozni. Erre szakítani kell. Ez az itinerár. Ez az útvonal, azt mondja az Úr neked, először menj be a belső kamrádba, imádkozz ki magad, és utána fognak megműködni a dolgok. Ez az első üzenete volt az Istennek. Semmi nem működik, ha nem vagyunk imádkozó emberek. És ez a társadalom, amiben élünk, ez nem ima baráti társadalom. Sőt, van, aki egyáltalán egyszerűen nevetségesnek tartja, időveszteségnek, időpocsékásnak. Mit? Állj neki, dolgozzál, csákányol le, ássál, lapátoljál, gyaluljál, vezessél, valamit csináljál, imádkozás. Az a legfontosabb dolog, barátaim. A legfontosabb dolog. Mert minden meghatároz. Mondja az ige, keressétek először Isten országát és az igazságát. Maga Jézus mondja, vigyázzatok, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Igazából sors döntő prevenció, mert sokat hallunk most a prevencióról. Az imádkozás az egy prevenció. Imádkozunk, és egy csomó problémától megúszunk. Nem imádkozunk, akkor utána sokat kell imádkozni, hogy az a csomó hülyeség, amit elrontottunk, az Isten segítsen helyrehozni. De ha imádkozó ember vagy, rengeteg problémát egyszerűen elkerülsz. Isten úgy adja, hogy megkerüld. Azt mondja, nem, vigyázzatok, hogy kísértésben ne esetek. Egyszerűen olyan, mint az életünk, mint alá aknázott terület. Emlékeztek, van egy nagyon érdekes történet Izrael életében. Azt hiszem, hogy a 67-es vagy a 73-as háborúban volt, Izrael háborúban volt. És teli volt aknázva a hely. De mit ad az Isten? Egy nagy szélvihar jött. És az összes homokot az aknáról elfújta a szél. És minden akna látszott.
És így átmentek az izraeli katonák, anélkül, hogy felrobbanjanak. Amikor te imádkozod, Isten szele fúj a mennyből, és lefúj az életedről azokat a port, ami a csapdákat eltakar előtted, és át tudsz menni győztesen, sikeresen, áldottan. Mi még jobb szövetségnek a részesei vagyunk, mint az Ószövetség. Ezért kell imádkozni, mert szükségünk van az Isten támogatására. A családban, a munkahelyen, a társadalomban, az üzletben, mindenre szükségünk van. Néha problémával jönnek testvérek, van egy problémám. És akkor majd utána egy fél órát már beszélgetünk, úgy elmondja, hogy hát igaz, hogy elhanyagoltuk az imádkozást. Barát, az olyan, mint a kiúztak volna a konnektorból. Hát mit ér az a konyha mixer mondjuk, amit kihúznak a konnektorból? Azt így lehet forgatni, de kár. Be vagy kapcsolva a mennybe. Ömlik rád az Isten természet feletti támogatása. Ez első üzenete volt az Úrnak. Második, legyetek bátorságosak, azt mondja az Úr. Legyél bátor! A nagyon nagy különbség van a vakmerőség és a bátorság között. Ez egy két különböző dolog. A bátorság mindig valamire alapszik. A vakmerőség az meg behúmja a szemét. Az élet nem, én nem hiszek abban, hogy ugor be fejest a dolgokba. De hiszek az Istennek a beszédébe, aki azt mondja neked, hogy légy bátor. Mondjad a szomszédodnak, légy bátor, légy erős, és légy bátor. Légy bátor, és légy erős. Légy erős, és légy bátor. Szeretnék két ígével segíteni nektek, hogy hogyan tudsz, és hogyan tudunk bátrak és erősek lenni. Mert van egy nagy probléma. Sajnos, hogy vannak. Meg kell oldani. Na most mit csinálok? Mondják, hallottad? Az Anáf Júliustól indul. Árákéri. Szeretnélek valamivel megnyugtatni. Már nem vagyok annyira fiatal. Még fiatal vagyok, csak ilyen tapasztaltabb fajta. De megfigyeltem. Évek óta az ördög úgy gyötri az emberiséget, és itt bennünket is, hogy ijeszget. Mi lesz? Elsőjétől, január 1-től, mindig. Valami lesz. És elég, hogyha pár ezer ember megijed, infarktus kap, meghal. Annyival kevesebb a bajuk. Szúrjál ki ezekkel, éld túl az egészet. Győzd le. Ne félj, azt mondja az Úr neked. Légy bátor, de hogy, mire alapozzam? Na, két ígét szeretnék neked elolvasni. 5 Mózes 7.18-at olvasok. Azt mondja az Úr, ne félj tőlük. Emlékezzél meg csak azokról, amiket cselekedett az Úr, a te Istened a faraóval, és mind az egyiptombeliekkel. A bátorságnak mindig van egy gyökere. Az Úr azt mondja, ne félj, hanem arra emlékezz, hogy mit tett veled már az Úr. Hányan éltétek már át az Úr szabadítását eddig? Hogy az Úr megszabadított egyszer? Ki az, akit megszabadított az Úr kétszer? Ki az, akit megszabadított az Úr háromszor? Ki az, akit az Úr megszabadított 10-szer? Az Úr szabadító! Most is meg fog szabadítani. Azt mondja, hogy emlékezzél meg arra, hogy megszabadított az Úr eddig. Most is meg fog szabadítani. Ne engedd, hogy a félelem lehengereljen. A te szabadítód él. A te Urad él. Ő nem ment nyugdíjba. Egy másik ígét is hadd olvassak Józsiénak túl fel. Avagy nem parancsoltam én meg neked, hogy légy bátor és erős. Ne félj és ne retteg, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz. Yes! Tudod miért ne félj? Mert az Úr veled van. Ő soha nem hagy el, soha nem hagy el, soha nem hagy el, soha nem hagy el. Ha te nem hagyod el, ő soha nem hagy cserbe. Nem magunkba bízunk, nem a mi képességeinkbe, hanem arra, hogy az Úr velünk van. Az Úr velünk, ezt megígérte. Számíthatsz az Úrra. Emlékezz arra, hogy mi az, amiből már megszabadított az Úr, és emlékezz arra, hogy ő megígérte, hogy mindig veled lesz. Mondjad a szomszédodnak, az Úr megígérte, hogy mindig veled marad. Megígérte, hogy mindig veled marad.
Harmadik dolog, amit az íge mond a küldötteknek. Mondja az Úr, szakasszatok a föld gyümölcséből. Harmadik nagyon nagy üzenet ennek a történetnek, hogy a küldötteknek gyümölcscentrikusnak kell lenni. Gyümölcscentrikus. Ma a mi társadalunk a dumacentrikus. Olyan dumája van néme embernek, hogy a pityók, a kis kell, le is szárad tőle. De a Biblia azt mondja, hogy gyümölcscentrikusok legyünk. Miért? Mert az Úr, amikor vissza fog jönni, a gyümölcsöt keresi rajtunk. Isten a gyümölcsöt. Azt mondja a Biblia, hogy minden embert a cselekedetei által a gyümölcsökről ismersz. Meg minden fát. Tegyél hangsúlyt az életedben a gyümölcsre. Tegyünk hangsúlyt az életünkben a gyümölcsre. Hogy milyen gyümölcsöket termünk. Mert attól, hogy azt mondjuk, hogy én egy nagy keresztény vagyok, ideál, nem ájulnak el se az angyalok, sem a mások a mennyben, de igen, Isten keresi a gyümölcsöt. Rajtad is, rajtam is. És az a küldött, aki gyümölcstelen, nem tudja betölteni. Miért küldött el bennünket az Úr? Tudjátok, hogy az egyik nagy szerepünk mi? Hogy gyümölcsöt osszunk a világba. Jézus Krisztus bennünk megtermi a Szent Szellem által az ő gyümölcseit, és ezzel lássuk el a világot. Szóroljuk, segítsetek együtt. Szeretet. Tudtuk ti olyan valakit, akinek ne lenne erre a gyümölcse szüksége? Minél harciasabb egy ember, minél vehemensebben viselkedik veled egy ember, tudod mi az? Annál nagyobb szeretete van szüksége. És te és én, vagy én és te, pontosan erre vagyunk elhívva, hogy gyümölcsöt hozzunk. Azt mondta az Úr, menjetek, hozzatok nekünk abból a gyümölcsből, ami Kanaánba terem. A mennyei gyümölcsöket akarja Isten rajtunk. És ebből adjunk. Hogyha szeretetet osztunk, előbb-utóbb még a legrosszabb fél ellenséged is azt mondja, te, hát nincs mit mondjak, az, az igazság, normális vagy. Először cinikus lesz hozzád. Próbál villára venni. Azt hisz, ő nem tudja, hogy te voltál nagyobb tróger, mint ő, tehát téged nem tud átvenni, de azért megjátszott, hogy igen, igen. De egy három hónap után azt mondja, te tényleg keresztény vagy. Pedig azt hittem, csak hobort. A gyümölcs meggyőzi a legnagyobb ellenfeledet is. A második melyik? Öröm, csináltunk egy szelfit, öröm. Drága barátaim, az öröm az nem érzelem kérdése. Mert van, amikor úgy érezzük, hogy majdnem az angyaloknál vagyunk, máskor meg úgy érezzük, hogy már majdnem a pokolba. Nem rólatok beszélek, velem ez előfordul, csak mondom. De a gyümölcsnek akkor is ott kell lenni. Tudjátok, az a fügefa, hogy járt, amelyik úgy döntött, hogy nem lesz gyümölcs, mert ő úgy gondolta, nem ideje. Amikor felidegesítek, milyen gyümölcsöt tudunk teremni? Hát az Úr látja, hogy ideges vagyok. Akkor is kell. Az öröm. Nézd a szomszédon, nézzek, hogy virágzik. Öröm, 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 öröm. Öröm, ne fösvénykedj az örömmel, ne fösvénykedj a gyümölcsökkel. Elmész a cseresztyefádra, nem azt mondja, hogy mutasd nekem a bulletinedet. Ki vagy? Megérdemled, akkor kapsz egy savanyos szellet. Ha nagyon jól viselkedsz, akkor egy édesebbet adok. Nem, akárki megy, jó ember is, rossz ember is, mindenki számára ontja gyümölcsöd. És erre vagyunk elhívva. Ez a küldetésünk. Öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Te már mindjárt kell segítség prédikálni, drágán. De már belé zavarodtam, még van, még mi maradt? Még valami kell? Minden mondtuk? Akkor mindebből adjon nekünk az Úr. Ezt kell hordozzuk a követeknek, ezt hordozni kellett. Az a követ, amelyik nem hozott gyümölcsöt, nem volt hiteles. Ugye én voltam Kanaánban, mivel jöttél? Há, nem maradt nekem csak egy fonnyat szilva. És hogyha még aszalt szilva gyümölcsöd van, még hagyjám?
Soka... Mi van benne, mondjad a szívában? Mire szép? Antioxidáns, kérlek szépen. De hogyha csak kökényt hoztál, az Úr áldjon meg. Honnan jött az, aki kökényt hozott? Savanyú országból, nem Kanaánból. Egres hoztál? Az van nekünk is. Egres testvér. Egres testvérnő. Nem erre van szükség az embereknek. Olyan kell legyen a gyümölcsöd, hogy amikor rád néznek, azt mondják, na én oda akarok menni, ahova te jársz. Ez a gyümölcs, ez kell nekem. Két ember hozott egy fült szöllőt. De nem azt jelenti, hogy 40 kilósok voltak, és infarktuszban voltak, és azért nem bírták a 20 kilót, hanem hatalmas nagy volt. Csordultig. Az öröm, békesség, az Istennek a gyümölcsét kell hordozzuk magunkon, ez hitelesít. Attól, hogy még a sapkádon azt írja, hogy a hit gyülekezete, még van ott egy nagy kereszt is, az nem biztos az, hogy hitelesít. Lehet úgy szerezted az ószeren, valamelyik hites árulta, leszállított árba. Vagy vettél innen pollót, és láttad, hogy három számmal nagyobb, s adod el, hogy neked milyen pollód van. A gyümölcsök hitelesítnek, barátaim. A gyermekednek a gyümölcse van szüksége, a férjednek a gyümölcse van szüksége, a feleségednek a gyümölcse van szüksége, nem egresre, hanem szöllőre. Hát majdnem annyi. Mind a kettő kerek, van még mind a kettő zöld. De őszintén vizsgáld meg magad, miféle gyümölccsel jársz. Mert a szőlő azért kellett a gyümölcs, hogy amikor látják, mondják, jaj, uram, minél hamarabb, vigyél be oda. És azon gondolkozok, hogy milyen gyümölcsöt mondjak nektek, amivel meghoznám az étvágyadokat. De nem is rossz a szőlő. Képzelj el egy ilyen nagy gereszt szőlőt, nagy szemű, ez az igazi, finom, nagy ilyen, nagy szemű, ilyen, kecske, hogy hívják, nem tudom, kecske szőlőnek, vagy valamilyenek hívják. Kecske cicűnek. Hát most úgy hívják, én most mit csináljam? A lényeg az, hogy olyan finom, megérett, éhes vagy, hogy alig látsz. Mire gondolsz? Nekem minden prédikációban összejön valamilyen. Belekeveredtem én is. De a lényeg az, hogy egy... Ha szereted a szőlőt? Kézzed, ha nem ettél már hete, és akkor valaki mondja. Én azért tudom átérezni, mert katonasságnál a Fetesten volt szerencsén katonának lenni. Tudjátok, Fetesten nagyon sok szőlő van, és nagyon jó szőlő van. Persze azt nem a katonáknak tartsák, de mi azt a kiváltságban voltunk, hogy volt teherautó a rendelkezésükre, és mondtam, fiúk, délután el lehet menni szüretelni, és akkor elvittek a kollégáim az autóra, nagy pokrócot, hárman felültek, megszedték jól a gyümölcsöt, akik lövöldöztek, arra visszalőttek, felrakták, mikor bejöttek a kaszárnyába, körülvették az autót, ettük, azon versenyeztük, kieszik meg többet. A legtöbbet másfél gerezdet lehetett meg, ekkora gerezdek voltak. De jól esett. És eszembe jutott, hogy lesz még kenyér, szőlős lágykenyér, megadta az Isten. Amikor ilyen gyümölcsök vannak rajtunk, drága barátom, akkor nem kell magyarázni, hogy melyik szektába jársz, hogy reszketsz, vagy repülsz. Szőlő, kell nekem? Kicsit furcsa, mert ilyen kecske csicses. Van benne kicsi furcsaság. De finom. Mi lehet ilyen szép egyforma bogyó? De az keserű vagy savanyú, egres.
Legyél édes! Mondjad a szomszédodnak, édes szőlő! Te édes szőlő! Erre vagyunk elhívva, édes szőlő! Ez a szeretet, öröm, békesség, hűség, szívesség, jóság. És ez minden küldöttnek az elhívása. Hogy ebben az életben nem nagy dumákat kell le, nem nagy észt kell osztani, hanem gyümölcsöt. Majdnem mondtam valamit, de gondoltam, de nem mondtam ki, úgyhogy menjünk tovább. Negyedik dolog, amit mond, ezt az Úr nem mondta, de látjuk viszont a következményében, és mondják a küldöttek. És láttunk ott óriásokat is, az óriások közül pedig Anák fiait, és olyanok voltunk a magunk szemében, mint a sáskák, és az ő szemeikben is olyanok voltunk. Szerintetek mi volt itt a baj? Elmondjam nektek? Nem a hegyről látták. Hányan voltatok jó magas hegyen? Legalább egyszer jó magas hegyen. Képzeld, hogy jártam egyszer. Magyarországon voltam szolgálni, Dunán túlról. Tudjátok, az olyan dombvidék van, és mondja nekem a barátom, mentünk vagy 50 kilométert, hogy megyünk a hegyen. Úgy a hegyen, és úgy a hegyen, de olyan dombok voltak, mint itt a... Nem volt még a Somos tettő, te hiszel még akkor is. Úgy a hegy, úgy, és felment a cukra, mondom, te ez dombok, mint hegyezel. Mondom, egyszer gyere el Erdélybe, és én elvisztek egy hegyre. El is jött. Nem mondom, de elviszlek én. És akkor a transzfogaras nyitva volt, pont ilyen idő lehetett, június, talán még korábban, de nyitva volt, de fent havas volt, teljesen hó. Persze nem volt korlát, mert az nem úgy szebb. Egy hátulhajtós autóval mentünk, egész addig mentem, míg már kezdtem keresztbe karszulálni. Persze lent nagy szakadék, tudjátok, aki jártatok. Egész addig mentem, míg kiabált már. Sanyi, 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 Sanyi! Állj meg, Sanyi, állj meg, Sanyi! Na mondom, hadd el csak, hogy dombozzál nekem, meg hegyezzél itten. Kiszálltunk, fehér volt, mint a fal, kellett 5 perc, míg levegőt kapott. Azt nem mondtam, mondta ő. Erről beszéltél nekem? Erről, ez a hegy. Na, amikor felmész egy ilyen hegyre, és ott látod ott az Anákot, aki akkora, mint a tompai kapu, mit fogsz látni? Hát az egy ember. Tudod, mikor nagy az ellenség? Amikor nem a hegyről nézed. A völgyből nézed azt a problémát. Hát ez a probléma, borzasztó. Ha hegyről nézed ugyanazt a problémát, teljesen más. Jártatok repülőn sokan. Szeretek a repülőből is kinézni. Én úgy vagyok vele, hogy az Úr kezébe mindig leteszem az életemet. Egyszer úgyis egyszer el kell menni az Úrhoz, úgyhogy vagy az Úr akarja, megtart. De azért szeretek kinézni. Azt nem szeretem, amikor érezzek a szárnya, de azért szeretem a repülőt. Szoktam nézni a házakat. Akkor, hogy alig látod fentről. Abba a házban lakik valaki? Annak vannak gondjai, vannak hajszálai, és az Úr ezt mind látja. Én nem is látom. A hegyről egy csomó problémát nem látsz. A völgyből még a gyufaszálat is nagy fának látod. Hidd el, nem minden úgy van, ahogy látjuk. Az is nagyon meghatározó, hogy honnan nézem azt a problémát. A hegyről? Az imakamrámból? Az Úr jelenlétéből? Vagy pedig a depressziós állapotomból? Hogy nem tudom, egyáltalán van értelme, van az egésznek. Megéri? Van még szeretet az emberekbe? Ennyi csalódás után? Megéri jó embernek lenni? Döntsd el, honnan nézed? És Isten elvárja, hogy a hegyről nézzük a problémákat. És ezek a tíz kém valahogy olyan helyzetben nézhették, hogy teljesen oda voltak, Anákok. Csak valakit elfelejtettek. Hogy ott van az angyal velük, a tüzes
angyal. Ahhoz képest. Dávid mit mondott? Ő is találkozott egy Góliáttal. Semmivel nem volt Góliát nagyobb, mint az Anák fiai. Ő is Anák fia volt amúgy. Rokonok voltak. És mikor ott megy, mondja, hogy kicsoda ez a körülmetéletlen filiszteus. Hát ennek ma az utolsó napja, csak nem tudja még. Ugyanaz az ember, ugyanaz a probléma egy szempontból. Egyképpen látszik, és más, az Úr jelenlétéből másképpnek látszik. Hidd el, nem szabad, nem úgy van mindig a probléma, hogy látod, vagy látjuk. Van, amikor olyan sötétnek látszik, mint a fekete erdő. Jön a Szent Szellem, felemel az Úr jelenlétébe, és tényleg probléma, de megoldódik. De van egy Istenem. Olyan sokszor megszabadított az Úr. Ő hozott ki Egyiptomba. Hát azért mekkora nagy dolog volt, hogy megtértem. Te csodálkoztál azon, hogy megtértél? Hányatok számára csoda a saját megtérésed? Azért merem mind a két kezemet, mert nem képzettem volna, hogy meg fogok térni. Én eldöntöttem, hogy nem fogom megtérni. Menjenek a hívők, ahova akarnak. Én biztos, hogy nem. Majd, ha öreg leszek, gondolkodok rajta. A Földön nincs olyan ember, nem született olyan ember, hogy engemet gyülekezetbe vigyen. De van az az Isten, aki megérintett, és szólt hozzám. Legnagyobb csodának tartom az én életemben, hogy én megtértem. Komolyan mondom, mai napon is csodálkozok rajta, hogy Isten megérintett. És ha meg tudod téríteni, utánon tudod nyúlni, akkor miért ne szabadítana meg most ebből a problémából, amiben vagy? Ha amikor nem ismertük őt, nem szerettük őt, akkor is utánunk nyúlt. Mennyivel inkább most meg fog szabadítani ezekből a problémákból, amivel találkozol? Isten hűséges. Isten hűséges hozzád. Nem hagy cserbe. És akkor te nem kell mondjam, mi volt a probléma? Az, hogy magukról volt rossz képük. Mondták, hát olyanok voltunk a magunk szemében, mint a sáskák. Drága barátom, szeretnék valamit mondani neked. Ha az Úrnak vagy a küldötte, az önképedet meg kell változtassad. Nem nézhetsz magadó, hogy hát én egy senki, semmi, elrontottam az életemet, tönkre vagyok, semmi vagyok. Te egy egyedülálló csoda vagy. Te egy egyedülálló csoda vagy. Mondjad a szomszédodnak, te egy egyedülálló csoda vagy. Ne add át magad az érzelmeidnek. Ne az ellenség szeméből nézd magad, hogy mondták, hogy hát az ellenség is minket sáskának néz. De az angyal nem sáskának néz. Jézus nem sáskának nézett, amikor meghalt a kereszten, érted? Hanem az őt egyetlenének, akit nagyon szeret. Hát te kiért halnál meg? Egy sáskáért meghalnál? Meghalnál egy sáskáért? Egy ruszliért meghalnál? Egy tetőért, egy nyűjért? Cserebogárért meghalnál? Nem. De is Jézus megtette, érted? Azért, mert nagyon értékel. Nagyon nagyra értékel. És fogadd el Jézus Krisztusnak az értékítéletét. Ne engedd, hogy az érzelmed által felállított értékítéleted elnyomja a bibliai értékítéletedet. Mert ez egyfajta hitetlenség és istentagadás, elmondom neked. Csak egy burkolt formában. Mert az ember úgy érzi magát, mint Káleb, kutya. Milyen sors jutott nekem. Én nem ezt érdemelném. Édesanyám megmondta. Sokkal jobbat érdemelni, drága fiacskám. Hát szinte minden nő ezt mondja a fiának. Jobb feleséget érdemelt, de nekem nem mondta ezt. De általában szokták mondani, hát azért, hogy sokkal jobbat érdemelnél, ennél jobb sorsod. Ez csak tudod, mire jó? Hogy még jobban eltorzítsa az önsajnálatban. Tényleg,
kutya egy sorsom van. Akkor éppen itt az ideje, hogy az Isten ereje most rád szálljon, és felrepítsen, és egy nagy Kálebet csináljon belőled. Elég volt az önsajnálatból. Hidd el, téged az Úr sokkal másképp lát. Mi lett Kálebből? Egy hatalmas hős! Egy győztes hős! 45 év után találkozik Józsuéval. Józsué se volt fiatal, csak ilyen tapasztaltabb mindig. 80 év körül lehettek mind a ketten. 85 éves volt Káleb, 80 körül lehetett Józsué. Nem mondta, hőj, öreg, emlékszel? Igen, igen, milyen kártyáztok? Igen, igen. Mikor volt te? Én már nem is tudom. Emlékszel? De mit? Nem. Azt mondja, olyan erőm van, mint 40 évvel ezelőtt. A harcra, a járásra, a kelésre. És még az Úr akar jót tartogat a számomra, ad nekem az Anák fiait, mert beveszem és megeszem őket. Tudod miért? Mert nem az érzelmeire hallgatod, nem a többségre hallgatod. Hát azért, milyen igazságtalan az élet. Mennyi fájdalom is ér bennünket, mennyi csalódás. Rosszak az emberek. Elkezded így síratni magadat, vigyázz, mert belehalhatsz. Akik így síratták magukat, idő előtt mentek túlvilágra. Ha hős akarsz tenni, akkor fogadd el azt, hogy mit mond Isten rólad. Te nem egy senki vagy, nem sáska vagy, hanem te Isten gyermeke vagy. Istennek a külön megbízottja, földi ataséja vagy. A mennynek az ataséja, mondjad a szomszédnak, mert nem is tudja, lehet, hogy mennyei atasé vagy, mennyei megbízott vagy. Mennyei megbízott vagy, Józsi, mennyei megbízott vagy. A mennyből van megbízatásod. Kiküldetésed. Hitelesen hordozzuk, képviseljük a mennyet a földön. Csodálatos. Hát most gondold, láttál te nagyköveteket beszélni? Láttatok olyan amerikai nagykövet, hogy beszél? Nem azt mondom. Jó napot kívánok, jó egészséget. Párikás, jó reggelt, hogy vannak? Szeretném, hát nekem lenne egy kis mikrofon, háló, a mikrofon prób, 1, 2, 3, igen. Szeretném elmondani, az Amerikai Egyesült Államok egy nagy állam, nagy álom. Kötelező már, hogy járjon őket, tanítják járni. Vállát nem tarthatja így, nekik így kell járni. Az Amerikai Egyesült Államokat képviseli. Minden beszédüket előtte elpróbálnak. Nem lehet, hogy mikrofon próbázunk, az be kell legyen innen állítva, azt ellenőznek előtte, és oda megy, nézd meg, így megy, megfordul katonással, elővesz a lapját, nem néz bele, és mondja. Nem olvassa, hogy drága barátaim, nagy szeretettel köszönt az Egyesült Államok elnöke, Biden úr, már meg van öregedve, megy a nyugdíjba. Még az útlevelükben is azt írja, hogy aki ezt az útlevelet birtokolja, szabad útat, az Egyesült Államok kezeskedik érte, mindenütt szabad útat adjanak neki. Te pedig a mindenható Isten országát képviseled. Nem engedheted meg magadnak, hogy hát de most olyan kutyával érzem magamat. Megtagadom ezt a kutyát. Kimész belőlem, kutya. És mert miért? Mert az Úrnak vagyok a báránya. A kutyából lesz bárány. Yes! Mégpedig harcias. Ha kell, oroszlán leszel. Úr gyermeke! Pontosan az lett Kálebből. Azt mondja, hogy tudok harcolni. Van erőm. Látjátok, van élet. Hagyjad, Zsuzsikám, hagyjad, ahol élet van. Hát mi normálisak vagyunk, hagyjad, hogy mert csak nem fogjuk elzavarni a gyermekeket. A farizeusok voltak idegesek. Hát csak nem jutottunk ilyen szintre mi, hogy a gyermekeket zavarnak minket. Akkor valamink van baj, emberek. Megvénültünk akkor. Tudod, mikor már a gyermekek idegesítnek, tudhatod, hogy öreg vagy.
Mondom, vagy legjobb esetben farizeus. Döntsd el. Hangosabban kell énekelni. Kiáltjuk az Urat. Szeretünk téged, Uram. Jó az Úr, és örökké van az ő kegyelme. A lábad alatt vannak azok az erők, amik le akarnak húzni, le akarnak győzni. Hatalmat adtam, hogy az ellenség minden erején tapossál, és semmi nem fog átadni neked. Ez a Biblia. A sáska szögdel egyik problémáról a másikra. A harcos pedig letapossa a problémákat. Higgy! Ez hit által lesz a miénk. Az érzelmeink és a hitünk frontálisan harcol egymással. Néha az ember totál ellentétest érez magán. Pláne, ha szidalmaznak. Pláne, ha rágalmaznak. Pláne arra gondolsz, hogy mit érzel. De nem az az igaz, amit érzel, hanem az az igaz, amit mond Isten ígér rólad. Én fiam vagy te. Szeretlek téged. A markaimban metszetelek fel téged. Tudod olyan, mikor viszket az Úrnak a tenyered, téged lát? Tudtad? Ő nem számolja a vágásokat, mint a boszorkányok, ő téged lát. Mondja, milyen gyönyörű vagy. Csodálatos. Milyen jó, hogy megtértél. Óriási jelentősége van annak, hogy egy küldött betölti az küldetését, vagy megbukik a küldetésében. A kudarcos küldetteknek nagyon, tudod, mi volt a következménye? Nézzétek meg, és felemeli a szavát az egész gyülekezet. És sír a nép azon az éjszakán. És mindnyájan zúgolódtak Mózes ellen, Áron ellen, Izrael fia, és mondá neki az egész gyülekezet, vaj, ha meghottunk volna Egyiptom földén, vagy ebben a pusztában vaj, ha meghalnánk. Amikor az Isten népe, mi keresztények, nem képviseljük megfelelőképpen az Isten országát körülöttünk, a halál, a gyász, a szomorúság, a keserűség még jobban terjed. Te és én és te arra vagyunk elhívva, hogy az evangéliumot képviseljük. Az örömhírt, a ragyogást. Ezzel ellentétben mi történt? Káleb ennek az ellentétét hordozta. Nézzétek meg, mi lett Kálebnek a sorsa? Azt mondja, de Káleb, mivel, hogy más szellem volt vele, tökéletességgel követett ő engem, beviszem őt arra a földre, amelyre bement vala, és örökségül bírja azt az ő magja. Azok a szolgák, akik hűségesek, a saját sorsukat is más, a gyermekeik sorsa más, a családjuk sorsa más. Szeretnél jót a gyermekeidnek? Szeretnéd, hogy jó sorsuk legyen a gyermekeidnek? Akkor töltsd be a küldetésedet. Ahogy mi betöltjük a küldetést, azt meghatározza, milyen sorsuk van nekünk, gyermekeinknek, családunknak, nemzetünknek. Erre vagyunk elhívva, jó emberek. Ha rossz, hiteltelen akkor az ember, akkor mi van a házában? Sírás, zugorodás, panasz, depresszió. Hát az mi az? Meg akarnak halni. Ha pedig az Úrban hiszel, ha pedig kálebi látásod van, hogy az Úr veled van, akkor pedig az egész sorsod szép lesz. Az Istennek az ígéretei igenek és ámenek lesz az életedben. Itt meg fogok állni, mert eldöntöttem, hogy nem fogok hosszan prédikálni. Úgyhogy majd egyszer, ha az Úr is megtart, fogjuk folytatni. Most szeretnék inkább egyet imádkozni, mert ha nem, akkor mikor jöztök, ha mindent elprédikálok, ha jövettem, ki jön el. Meggyőztelek, hogy érdemes az Urat hitelesen képviselni? És még nem beszéltem Józsefről, nem beszéltem Eszterről, nem beszéltem Mózesről. Nagyon sok más történet van a Bibliában, de szeretnélek arra bátorítani. Az Úr Jézus nevében gyertek, tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy hiteles, Istennek kedves küldöttei legyünk. Ámen. Kérlek, álljatok fel. Hányatok számára volt aktuális az üzenet? Akkor kérlek, hogy mondjunk el közösen egy imát. Mennyi, Atyám! Köszönöm azt,
hogy egy nagyszerű terved van velem. Köszönöm, hogy elhívtál. Elválasztottál. Megteremtettél. Uram, én ma rendelkezésedre állok. És be akarom tölteni azt a küldetésemet, amiért engem megteremtettél a családomban, a gyülekezetben, a társadalomban, az életem minden területén. Téged akarlak képviselni, gyümölcsel megrakva, hitelesen, a te dicsőségedre, Jézus nevében. És én most odaszánom magam, és bocsánatot kérek, hogy sokszor lejöttem a hegyről. Olyan nagyok lettek a problémák. De most odaszánom magam az imádkozásra, a könyörgésre. Megerősítem magam benned. Köszönöm neked, hogy számíthatok rád, és ezért nem félek, mert tudom, hogy megszabadítsz engem ebből a problémámból is. Mert megvan írva, sok baj van az igaznak, de mindenikből megszabadítja őt az Úr. Uram, kérlek téged, tölts be engem Szent Szellemmel, hogy jó gyümölcsöződ legyek. Nagy szeretet, a te szereteted áradjon, a te örömed áradjon. Te magad ragyogjál belőlem. Jézus nevében megkenem a szemeimet, szemgyógyító íra, gyógyítsd meg a szemeimet, hogy ne csak a problémákat lássam, hanem a te szabadításodat. Köszönöm neked, Uram. Dicsélek téged. A Jézus nevében. Amen. Amen.